Az utóbbi pár hónapban a Titánok sorozat nagy port kavart a képregény rajongók körében. Mindenki várta, aztán kijött egy kép a forgatásról, plakátok, aztán előzetesek, és mindegyik azt sugallta, hogy ez a sorozat nem lesz a legjobb. Starfire kinézete mindenkinél kiverte a biztosítékot, Beast Boy nem zöld, sötét az egész, fuck Batman. És még nagyon sok minden más már előre elásta a sorozatot. Már a CBS szériák is épp elég jók, a Marvel Original sorozatok is már eléggé magasra tették a lécet a DC számára. Na a Titans úgy rúgta le a lécet onnan, mint a húzat. Na várjatok, mutatok egy jelenetet. Egy pillanatra azt hittem, hogy a Watchment nézem. Ilyen jó látvánnyal még DC sorozat nem igen rendelkezett. Na de ez nem dönti el azt, hogy a sorozat most jó-e vagy sem. Kezdjük a történettel. Onnan indul, hogy Rachel Rath nevelőjét kinyírja valaki, ami miatt a kis Ravennek menekülnie kell. Detroitban rátalál már az álmaiban sokat látott Dick Graysonra, aki segíteni próbál neki. Az ő történetük kb. Ennyi volt az első részben, illetve láthattuk Robint akcióban, megtudhattuk, miért utálja Batmant nagyjából, illetve Starfire-ről annyit tudunk, hogy amnéziás és kinyír véletlen egy rakat osztrán-ukrán-orosz valakiket, illetve láttuk Beast Boy-t videójátékot lopni. A titánokat úgyisten igazából közösen akcióban még nem láttuk. Valószínűleg az egész évad erről fog szólni, hogy hogyan jönnek össze, illetve láthatunk majd más karaktereket is. Amint még tudni kell, hogy a sorozat a DC saját streaming szolgáltatásán fut, ami azt jelenti, hogy nem korlátozzák őket karakterszámban és brutalitásban, szóval annyi karaktert és vért használnak fel, amennyit csak akarnak. Az első két részben láthattuk is, hogy ezt igencsak kihasználták. Eddig minden szép és jó, összességében a sorozat is igencsak jó, ám az igazi negatívumok a karaktereknél jönnek elő. Nos, Robinnal nincsen semmi bajom, kétség kívül eddig ő a legjobb a karakterek közül. Raven már kicsit furább. A színész nem igazán adja, és úgy néz ki, mintha a Lazy Town-osa éppen az emos korszakát élné. Starfire meg... hát a kabátot egy fűtött hotelszobában se akarja magáról ledobni, és furin néz ki, de így sokat nem láthattunk belőle. Beast Boy az első két részben 2 percig szerepelt összesen. Ennyi? Na de ennyit a sorozatról, inkább beszéljük meg, mi is volt az, amiért temettük, és hogy volt-e neki alapja. Túl sötét, minden morcos. Nos, ezt én nem tudtam sohasem negatívumnak felfogni. A DC világa ilyen, nehezen lehet elfogadni, de kb. Az összes hős eredet történeteinek a hátterében valami tragédia áll. A mosolygós dolgok általában már a hős karrierének egy későbbi pontján jönnek el. Vegyük példának Robint. Egy srác, aki szemtanúja volt a saját szüleinek a halálának, örökbe fogadta egy milliárdos, aki ellopta a gyerekkorát, és már igen fiatalon belelátott Gotham legmélyébe, majd amikor magánéletet akart magának, Batman nem igazán engedte neki. Megszökik otthonról, majd nyomozónak áll, és akárhányszor hősködni akar, mindenki Batmant várja, ha felbukkan, őt semmiben nézik. Most ezek után kérdezzük meg tőle, hogy miért nem mosolyog annyit. És ezeket az összes karakterre el lehetne mondani. Kivéve Beast Boyra. Ő mosolygott. Ha már Batman. Fuck Batman. Hogy miért? Nos, azok is meg tudják válaszolni, akik még nem látták a sorozatot. Dick Grayson nagyon sokáig utálta Batmant. Korábban elmondtam miért. Ha valakit érdekel, a The New Batman Adventures című sorozatban egy egész részt szenteltek arra, hogy miért fuck Batman. Még annyit megemlítenék, hogy sokan problémáztak azon, hogy egy-két karakternek ki lett cserélve a képessége, vagy talán az eredet története, kinézete, és ezt nagyon sokan negatívumként fogták fel, és nagyon sokan emiatt fikázták is a sorozatot, de gondoljunk már bele abba, hogy a Joker karakterét éppen most készülnek ötödjére megerőszakolni, és mi várjuk. Amúgy nem tudom, mennyire tűnt fel, de a negatív előszelekhez képest igencsak magas értékelést kapott a sorozat, és nem véletlenül. Na de várjatok, találtam egyet. IGN 5.5-ös értékelés az első részre. Akkor nézzük meg, hány mondatig bírja ki a kritikus, hogy ne hozza fel a Marvelt. De sötét vagy. Biztosan nem a DC univerzumból jöttél? Mikor szokunk már le arról, hogyha valamit kritizálunk, akkor a legfőbb szempont az a konkurenciához való viszonyulás lesz. Nem mondod azt, hogy azért nem szeretsz egy éttermet, mert van egy másik, ahol jó a kaja. Azt még megemlíteném, hogy egy rész alapján azt is megállapította az úriember, hogy a sorozat elmarad a Daredevil és a Jessica Jones mögött. Srácok, legyen a mai nap tanulsága, ha nem szereted a DC-t, ne azzal érvelj, hogy azért, mert a Marvel jó. Mondd azt, hogy nem szereted a hősöket sötétebb köntösben látni, vagy mert nem jön be maga a történet, amit a hősök köré építenek, de azt nem mondd, hogy mert nem olyan, mint a Marvel. Így nem kritizálunk semmit. Persze érdekelne a ti véleményetek is. Odalentre várjuk őket sok szeretettel. Csecs!